Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével arról beszélgettünk, hogy milyen munkálatokat végeznek a tavasz kezdetén a Bereki strandon, és hogyan látják az idei szezont. Mint ahogy a polgármester elmondta, meglátása szerint az idei év sem lesz könnyebb, mint a tavalyi volt. Mi nagyon készülünk, de valóban most nem csak a mord időjárás az, ami még nem teszi lehetővé a strandolást, hanem a koronavírus is. Ez tavaly is elég nehéz dolog volt, az idén is hasonlóan néz ki a helyzet. Abban nagyon reménykedünk, hogy azért a szezonra meg lesz az az átoltottsága a lakosságnak, ami már lehetővé teszi a strand kinyitását. Nagyon bízunk abban, hogy azért április vége, május eleje, tehát a májusi nyitásra nagyon reméljük, hogy már kinyithatunk. Mint elmondta, nehéz tél van a hátuk mögött, hiszen gyakorlatilag őszóta nem fogadhattak vendégeket. Nem volt könnyű ez a tél, hiszen gyakorlatilag ősz óta nem fogadhatunk vendégeket. Ez alól a gyógyászat az, ami kivétel. Gyógyászatot megfelelő szigorú előírások mellett azt tudjuk csinálni, tehát oda tudunk fogadni betegeket, de az is csökkentett munkaidőben, nagyon szigorú előírások mellett, hogy egyszerre hány embert lehet fogadni, hány ember tartózkodhat egyszerre egy időben egy helyen. Az összes többi lehetőségünk az most le van állítva, le kellett állítani, de a felkészülés az megy. Dolgozókat nem küldtünk el, ez fontos volt, hogy ne küldjünk el dolgozókat, ehhez kaptunk állami segítséget, az nagyon sokat jelent, de az csak a költségeknek, a kiadásoknak egy részét fedezi. Mivel bevételünk őszóta gyakorlatilag nincsen, ezért csak a tartalékokat éljük fel, amit beruházásokra szántunk. De hát ez most egy ilyen helyzet, ezt kell észszerűen és másokra is figyelemmel tekintettel léve, ezt kell megoldanunk. A strandon kisebb felújításokat, javításokat csináltak, hogyha beindul a szezon, akkor megfelelő színvonalon tudják fogadni a vendégeket. Emellett, ahogyan a polgármester fogalmazott, bíznak abban, hogy az ország lakosságának a többsége eljut odáig, ahová sokan eljutottak, hogy regisztrálnak az oltásra, beoltatják magukat, hiszen ezen múlik az, hogy mennyire lehet akár a strandokat is igénybe venni az idei nyár folyamán.